A Szabó Furkó páros már a szombati pályaosztó futamon remek formát mutatott, így magabiztosan állhattak rajthoz a vasárnapi döntőben. A magyarok fél távig második helyen haladtak, de közel voltak az akkor még élen álló olaszokhoz. A magyar hajó 1400 méternél gyújtotta be a rakétákat, és 200 méter alatt minden két hely szétoszlatva elrobogtak az olaszok mellett. Az egység három másodperces előnyt alakított ki, amit ezután a célig meg is tartott, így Furkó Kálmán és Szabó Bence Megnyerte az Európa-bajnokságot.